Az utolsó töltényig című vándorkiállítás a magyar hadtörténelem utolsó huszáralakulatának történetét idézi fel, amely huszáralakulat többek között a II. Világháború utolsó, a Vértesben zajló csatáiban is részt vett 1944 telén, 1945 tavaszán. A kiállítás az alapvetően a huszárhadosztály felállításától követi nyomon ennek az alakulatnak a történetét, egészen a Vértesben való részleges elpusztulásáig, vagy a Vértesben folyó harcokig. Tehát ez az alapja, és nyilván ennek mentén a tárgyakon, dokumentumon keresztül érzékelteti az egységet, hogy néz ki ez az utolsó magyar lovas egység, a felszerelési tárgyait, a hadi eszközeit, a hétköznapi tárgyait, és nem csak a tárgyait, hanem a hétköznapi gondolkodását is, a szövegekben különböző napló részletek, hadi parancsok és harci tevékenységhez is az ő érzelmeikhez kapcsolódó dokumentumokból találhatunk idézetet, és nyilván a kiállításnak a végén pedig a pusztulásnak vagy a végnek a bemutatása azokkal az eszközökkel, amik a Vértesből kerültek elő, tehát a hadisírok mellől, vagy éppen az elhagyott és fűvel benőtt lövészárkokból, illetve olyan dokumentumokkal, amit ezek a katonák írtak, legyen az levél, hadifogságból hazaküldött emléktárgy, a leszármazottaknak, a családoknak, akit ugye megőrizték ezek a utódok, rokonok, és ebből van néhány darabit érzékeltetni a katonák sorsát. A tárlat több múzeum együttműködésében jött létre. Ez a kiállítás több vidéki múzeumnak és a Had és Kultúrtörténet Egyesület gyűjtőtagjainak az együttműködéséből jött létre, akik számára vagy a terület, vagy a tematika számára érdekes és fontos volt. Egészen pontosan ugye a Nyíregyházi József András Múzeumtól kaptunk rengeteg dokumentumot és fotográfiát, hiszen ez a huszárhadosztály, ez nyíregyházi alapítású, és nekik van erről nagyon jó anyaguk. A forgatókönyv alapját a Kecskeméti Múzeum történész kollega nője írta meg, aki hadtörténettel is foglalkozik, és a tárgyaknak a 99,9%-át pedig az Egyesülethez tartozó magángyűjtők ajánlották föl. A kiállítás április végéig látható a várban.